Kedves nézőink! Kulturális magazinunk 20 évvel ezelőtti adásaiban a Kecskeméti Teátrum két izgalmas bemutatójáról számoltunk be. Molière vígjátékát, a Dunden Györgyöt a Kamaraszínházban, Sütő András drámáját, a Káin és Ábelt az Üzem Színházban láthatták a kecskeméti színház szeretők. Mai műsorunkban ezeket az összeállításainkat vetítjük le ismét. Jó lecke az én házasságom minden egyszerű embernek, aki feljebb akar kapaszkodni. Urak közé vágyik, és ezért előkelő lányt vesz feleségül. Hangzik el a Kamaraszínház legújabb darabjának, a Dandennek a tanulsága már rögtön az előadás kezdetén. Molière vígjátéka az előkelő réteghez való ostoba törleszkedés szatírája és a férfi-nő kapcsolatok komédiája is egyben. A darabot a nyíregyházi Tóth Miklós állította színpadra, a premiért január 23-án tartották. A most következő összeállítás szerkesztője Beralinda, operatőre Walter Péter volt. Pénzért sok mindent meg lehet venni. Így van ez ma, és így volt néhány száz évvel ezelőtt is. Molière főhőse Dunden György előkelő ranghoz akart így módon hozzájutni, ezért feleségül vette az anyagi gondokkal küszködő vidéki főnemes de Sotainville báró lányát. De nem az történt, amire Dunden számított. Az örömszülők egyfolytában az orra alá dörgölik alacsony származását, felesége pedig semmibe veszi, és elfogadja egy másik férfi hódolatát. Így Dunden folyton konfliktusba keveredik. Igyekszik megfelelni, mivel ő szerintem teljes mértékben nem ebben a közegben nőtt fel. Tehát neki alkalmazkodni kell egy felsőbb réteg, eleget kell tenni minden olyan dolognak, amiben ő évek során nem tanult bele. És ezt mindig számon kérik, mert nekik meg ez, nekik nincs pénzük, de ők van tartásuk, és ők ehhez ragaszkodnak, hogy akkor mindenki úgy viselkedjen, hogy ha hozzánk akarsz tartozni, akkor neked is úgy kell viselni. De hát ő ez ellen meg tiltakozik, mert ő egyszerűen szeretne élni, amit itt nem lehet. Legfőképpen kékvérű hitvese kacérsága bosszantja Dunden. De vajon jogos-e a féltékenysége? Jogos, mert ragaszkodni kell a házasság kötelékéhez. Így szerepből ezt mondom. De kívülállóként, mint néző, biztos, hogy az ellenkezőjét mondanám, de mint szerepből igen. Mivel folyamatosan is hivatkozik arra, hogy azt az esküt, amit a pap előtt tettek, és hát amelyik korban játszódik ez a darab, akkor igenis megkövetelték, hogy a házasság az szent. Tehát abból nem volt kilépési lehetőség, nem úgy, mint most. A nézőnek majd el kell döntenie, hogy kinek ad igazat, melyik a bűnösebb dolog vagy rosszabb dolog. Az, hogy a felesége egy belekényszerített házasságba, hogy viselkedik a Dandennel szemben, vagy a Dandennek van igaza, hogy a felesége, amikor félrelép, ő hogy reagál, amikor mindig be akarja panaszolni a szüleinél a feleségét, aki ravasz és ügyes módon kimagyarázza mindig magát, és mindig a Danden szégyenül meg, mind a szülők előtt, mind a hódító előtt. És hogy mit szól mindehhez a feleség? Kérted a beleegyezésemet az esküvő előtt? Kérdezted, hogy kell-e nekem? Csak az apámmal meg az anyámmal beszéltél. Őket vetted el. Nekik panaszkodj, ha nem tetszik valami, ne nekem. Az érdekházasságok, érdekkapcsolatok nem ismeretlenek a nézők számára sem. Most ez nagyon aktuális, hát milyen sok új gazdag van. És egy értelmiségi család, egy régi értelembe vett polgár, aki csak abból él, amit az állam neki havonta ad, hát az bizony egy új gazdaggal szemben kénytelen esetleg ilyen megalkuvásra. A Kecskeméten először bemutatkozó rendező azonban nem csak ezt emelte ki az előadásban. A lényege tulajdonképpen az, hogy nem csak a férjre koncentrál a történet, hanem az, hogy a férj ilyen helyzetbe került, illetve így él, vagy ilyen próbákon megy keresztül, ahhoz nagyon fontos megmutatnunk a másik oldalt is. Tehát igazából engem a férfi-nő kapcsolat, az ő kapcsolatuk, a Dunden és a feleségé, illetve mint egy ilyen prizmán, ahány törésben látjuk, annyiféle férfi-nő kapcsolat variációt látunk az előadásban. Tehát igazából erre helyeztem a hangsúlyt, hogy ez érdekelt, hogy Molière nyomás beszélgessünk erről, hogy hogy is van ez, hogy hogy élünk együtt, jó-e vagy kevésbé. A történet tele van iróniával, amit a letisztult térrel és az eklektikus jelmezekkel csak tovább erősít a rendezés. Maga a Molière-i szövegben is rengeteg az irónia, és úgy gondoltam, hogy bizonyos dolgokat így tudunk felerősíteni, ismerősebbé tenni, miközben tehát például egy ilyen vidéki báró, hogy aki a kapcsolatuk is már eléggé megkövesedett, beszáradt, csak úgy egymás mellett megszokásból élnek,
és azt gondoltuk, hogy a Párizs divat, vagy a legújabb, tehát a korszellem nem jut el a vidéki pontra, tehát például ők megmaradtak abban a viselkedésben, abban azok között a szabályrendszerek között, abban merevettek bele, ahogyan az ő fiatalságuk telt. De vajon kap-e elég tételt a magasabb körökbe vágyó Danden? Elismerik-e pénzen vett előkelőségét? Molière jellemző, hogy a szereplők azok nem változnak a darab végére, tehát mindenki marad ugyanúgy. És a mi darabunkban is van ugyan megoldás, el is indulunk a megoldás felé, de az sem jön össze a Dandennek. Ugyanúgy megmarad minden, ugyanúgy megy vissza a házasságba, és holnap ugyanúgy kezdi a harcot. Az irigység, a kapzsiság, a megalkuvás, de még a gyilkosság is egyidős az emberiséggel. Jó példa erre Káin és Ábel története. A bibliai testvérgyilkosságot eleveníti fel az Üzemszínház, ahol tanúi lehetünk a két testvér acsarkodásainak, egy szerelmi háromszögnek, ami csak tetőzi a bajt, és láthatjuk, hogy a paradicsomból való kiűzés hogyan tette tönkre az első emberpár életét. Süthő András története, ha úgy tetszik, egy tanulmány, amelyben utal rá, egy esetleges világégés után az első emberek hasonló hibákat követnének el, mint őseik. A különleges díszlet és a meglepő fordulatokat hozó rendezés gondoskodik róla, hogy a néző ne csak a múltban érezze magát, hanem a jelenben, sőt a jövőben is. Az előadás főpróbáján Guni Gábor és Walter Péter jártak. A kő lesújt, és megtörténik az emberiség első gyilkossága. Ráadásul két testvér között, legalábbis a Biblia szerint. De ne szaladjunk ennyire előre, kezdjük a darabot az elején. A részeges Ádám és a félbolondnak tűnő Éva két fiúkkal élnek immár a paradicsomon kívül, láthatólag meggyötörten. Ábelnek a gyengébbik, a félénke fiúnak a pásztorkodása mindene. Káin az erős, a bátor gyerek földművelő lett. Mindketten áldozatot mutatnak be az Úrnak, azonban Káinét elutasítja. Ebből adódik az első konfliktus a testvérek között. Minden napossá válnak a vitatkozások. Az áldozó csészémből megháborodtál, így bántok vele! Te hallottad? Neki készített. És én őt megfertőzöm? Neki készítettem! Attól még az övé marad. Ezután színre lép a második csapás, Arabella, akit az Úr a démonok közül küld a fiúknak. Kettőnek egy nőt. A szerelmi háromszögből aztán újabb csatározások adódnak, amiknek Káin úgy vett véget, hogy megöli testvérét. De meséljenek a darabról maguk a színészek, és persze a rendező. Természetesen mindenképpen a klasszikus Káin és Ábel történet. Annyiból lesz más, hiszen a Süthő András írta ez egy tanulmányt, ahol leírja azt, hogy ez bármikor előfordulhatna a világon, ha ne is gondoljunk bele, világégés lenne, atomháború, bármi, és újra kezdődne az emberi élet, az emberi teremtődés, az emberi sorsok. Sajnos az a gyanúja a Süthő Andrásnak, hogy ugyanúgy történne minden. Eget, földet, óceánokat is csodálatos lényeket alkottál, mosoly helyett! Ez a két fiú gyakorlatilag semmiben nem különbözik egymástól. Mind a kettőjükben megtalálható a sötét oldal és a jó oldal is, és hogyha csak a sztorit veszük alapul, akkor ez megtörténhet gyakorlatilag fordítva is. Tehát úgy értem ezt, hogy ha akkor abban a pillanatban Arabella Káint választja és nem Ábelt, könnyen megtörténhet, hogy Ábel öl és nem Káin. Az övéretől nem írt hozzam! Szeretsz engem? Szerinted az igaz lehet, hogy mindenkiben ott él egyszerre Káin és Ábel, és hol a jó a rosszal vitatkozik, hol az erős a gyengével? Hogyne, hogyne. Erre van egy nagyon jó kis monológom itt az Arabella ölében. Egymagam leszek most már Káin és Ábel, kapud és kapuőrződ, keresztfád és megfeszítetted, az áldozó és az áldozat, te nékem legkedvesebb Arabella. Minden nő sokszor elsőre hajlandó vagy képes a látszatra bízni magát, és a jobb képűbb, jobb felépítésűbb férfit választja, és utólag számára kiderül, hogy rosszul választott. De szerintem, hogyha valaki megnézi ezt a történetet, akkor hiszem azt, hogy minden nő magára ismerhet benne, mert sokszor döntünk tévesen, és hamar ítélkezünk emberek felett. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom.
akár az anyának, akár az apának, de azt hiszem, hogy pontosan emiatt, az együttlétezés miatt az anyának talán mélyebb fájdalom. És igazából a gyilkos gyermekre se tud igazán haragudni, mert az is a gyereke, azt is ő hordta ki. Eltemetni, elfogadni azt, hogy az egyik gyermek meghalt, és valahogy tovább élni ezzel a fájdalommal, és a gyűlöletet elnyomni a másik gyerek iránt érzett szeretettel. Jó néhány generáció elpusztult ugyanilyen kínokkal, mint a megírt szereplők, és úgy látszik, hogy nem sokat tanultak belőle. Mai napig hasonlóképpen rág a kígyó férfi szívet, hasonlóképpen esendő az ember, és véd hibákat. Azok a régiek még nem is tudták, hogy mit csinálnak, a maiak meg már tudják. Tudatos. Én leszek a Atya Úristen, ha lehet így ezt fogalmazni. Ha csak a darabot tekintjük, akkor én vagyok a legmagasabb poszton. De hogyha úgy az egészet mélyebben nézzük, akkor végül is kiderül, hogy mindenki föllázad ellene, és hogy őt nem szeretik a legjobban az egész színészek, akiket alakítanak természetesen. A Biblia szerint vándorlóvá és bujdosóvá tette az úr Káint, aki azóta a megalkuvás, az irítség, a kapzsiság és az ebből születő gyilkosság szimbóluma. Ábel pedig máig az igaz, az istenfélő ember jelképe.